Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával. És a Pardon Mivel, akik itt vannak a stúdióban. Két hölgy, két úriember, sziasztok! Szia! Sziasztok! Jaj, nem cuki, ott hátul a dobnál. Szia! Mindig a dobos elbújik, és nem nagyon látom, de ez nagyon cuki van. Na, láthatóak is vagyunk a Petőfi Rádió Facebook oldalán. Kis Eszter, azaz Suta, Götz Blanka, Szabó Imre és Szántó Bálint. Így áll össze a csapat, a Pardon Mi csapata, akik nagyon széles zenei skálán mozognak. Én nekem egy kicsit fel is szaladt néha a szemöldök, amikor olvasgattam rólatok, hogy mennyiféle stílusban gyúrtok össze egy masszát, valami ilyesmit ugye így fogalmaztatok valahol egy interjúban. Hát igen, végül is ez ilyen, most egy közhelyes amúgy, de tényleg úgy mindenki próbál valami újat alkotni. Hát természetesen minket is így, amilyen zenét hallgatunk, így az, ami így megihlet. Tehát természetesen mi is azokból nyerünk ötletet, és akkor azért van az, hogy ennyiféle stílus, amit így meg tudunk nevezni, hogy így mi fordulhat elő a számainkba, de így tulajdonképpen egy mégiscsak egy rockzenekar vagyunk. Hát igen, de azért mondjuk a mesefilmek zenéi és a rockzene között azért elég nagy a távolság. Hát nagyon sok Disney mesét néztem. Valami ebből is biztos megrögött, de hát azért remélem nem. De akkor jó, tehát ilyen meseelemeket nem nagyon fogunk hallani a zenétekben. Nem. Hallottam, hogy gyakoroltatok, átszűrődött elég komoly kizait a stúdiók között. Hát volt ütem rendesen, és mondtam is a hallgatóknak, hogy nagyon kávét szerintem nem kell inni most a folytatásban, mert kipattintjátok az emberek szemét. Hát így szerintem kezdjünk is bele az első dalotok a józan, amit előadtok, illetve majd lesz egy dalpremier is az adás végén. Ugye egy olyan dal, amit még máshol nem lehetett hallani, egyébként ez majd májusban lát napvilágot, de előtte itt a Petőfi Rádión először ugye majd meghallgathatjuk. Na de térjünk vissza a Józan című számra, mit kell róla tudni? Hát igazából a Józan az szinte az első ilyen két szám között van, amit így írtunk valaha, az első magyar nyelvű számunk is. Hát annyit kell róla tudni, hogy tulajdonképpen így, mikor már idősödik az ember, így rájön, hogy régen, amikor gyerek volt, akkor sokkal jobban mindent megélt, minden alkohol nélkül is színesebb volt, és ahogy idősödik az ember, így rájön, hogy hát igazából valahogy valami hiányzik az életéből, de ez azért van, mert így öregszünk meg, de attól függetlenül meg néha jó berúgni. Na, csak óvatosan azért, jó? Mindig mértékletesen ez. Hát de maradjunk inkább józanok. Józan, hiszen ez a dal címe is, és ezt hallhatjuk most élőben itt a Petőfi Rádióban a Pardon Me-től. Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban. Mikor Szotyiban pókereztünk, s mindent eltettünk a házra. Örülten táncoltunk, nem kellett más, boldogsághoz nem kellett folykony megoldás. Hányszor mondják még a hangok a fejemben az, hogy nem vagyunk, nem vagyunk, nem vagyunk, nem vagyunk boldogok. Gyorsabban szárnyaltunk, mint most a pohár pillen. Miért nem mondtuk, jó kérem, mutasson utat most, azaz Isten kihagyja, hogy jobban szeressük azt, mint a homályba borul minden. Hányszor mondják még a hangok a fejemben azt, hogy nem vagyunk, nem vagyunk, nem vagyunk.
fejemben az, hogy nem vagyunk, nem vagyunk, nem vagyunk, nem vagyunk boldogok. Bár csak érezném újra tiszta fejjel, nem vagyunk, nem vagyunk, nem vagyunk, nem vagyunk. Jó! Magyarok, közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban egy élettel teli banda, pardon mi, akiket látod is a Petőfi Rádió a Facebook oldalán, és még az előző dal kapcsán a Joli üzente, hogy a 70-eseknek is tetszik. Egyébként azóta záporoznak az üzenetek, szívecskéket üzen nektek. Anna, kenjétek, ezt üzeni Tibor, szuperek vagytok, írja Zsuzsa. Aztán a kemény zene itt kezdődik, tetszett, amit hallottam, kíváncsi a márom a második dalt, jók voltatok a szívemnek, ezt Pepe írja. András is üzen, toljátok! Aztán jó a csapat, gratula, egyetértek, a lazulás néha kell. Erre, hát jó, igen, itt kicsit elmentünk más irányba Jánossal a Mátrából. Ő üzen nekünk, igen, hát mindent csak mértékkel, ugye, az fontos. Na, a józan dal után jön még valami más is, sok-sok minden más, még dal premier is ebben az órában. És egy kicsit beszéljünk a külső megjelenésről, hiszen nagyon menő egyensminketek van, csajok, ezt nem lehet nem észrevenni. Pedig amúgy sose beszéljük meg. Soha. És mindig ugyanaz lesz. És mindig megjelenünk valahol, és színbe is néha így passzol. Tehát, hogy volt, hogy elmentünk koncertezni, semmit nem beszéltünk meg, szett, smink, semmi, és megjelentünk ugyanolyan pólóba, ugyanolyan színű sminkkel. Azért ez nem véletlen. Igen. Ez nem lehet véletlen. De hogy ugye a szemetek ki van festve, neked csillám is van rajta, vagy ilyen strasszkövek, de hogy a motivum is szinte teljesen ugyanolyan, és ezt nem beszéltétek meg? Nem igazán. Lehet, hogy néha ellessük egymástól, de... Ja, lehet, megesik. A tűz, ami inspirál, a tüzecske. Igen, hát van itt tűz, igen, a csapatban bőven. És hát a hajad az zseniális, a fele kék, a másik fele barna, a természetes barna. Meg ez amúgy most tényleg a természetes hajszám, meg is lepődtem, mert egyébként én régen ilyen kicsit azért szőkésebb voltam, és így... Úgy látszik, hogy bebarnultam. Mennyire lázadtok egyébként? Hogy érzitek? Hát ki ellen? Nem, hát zeneileg úgy érzem, hogy így kiteljesedik bennünk az a feszültség, amit így átélünk esetleg a hétköznapokban, vagy valami, azt így a zenébe így ki tudjuk ontani magunkból. De én egy nagyon óvatos gyereknek születtem, tehát én voltam az, aki így a mászókán az első lépcsőfok, és akkor jó van, hazamertünk, anya, köszi. Uh-huh. Tehát, hogy én nem mondanám magam annyira lázadónak, ha úgy van, ha kell. Nyilván kiteljesedtél, na hát most, hogy úgy tűnik. A Pardon Me csapatában legalábbis egészen biztosan. Jön a következő dal. Milyen mesél róla? Az Ula, ezt jól mondom? Mert ugye igen, vannak igen. Angol és magyar nyelvű dalaitok is, de most többségében magyart hoztatok. Egyébként most magyart hoztunk, amúgy angol nyelvű számaink rengeteg van, most szeretnénk így több magyart írni, tehát sokkal nehezebb magyar nyelvű számot írni, meg a magyar nyelvű közönséget ezáltal kiszolgálni. De hát ez az Ula, az egyébként nekem például pont a kedvenc számom az új albumunkról. Ez igazából még az animés korszakomból jött, az Azula ugye egy anime karakter az utolsó léghajlítóból egyébként, és ez ilyen kicsit betekintés nyújt a személyiségéből ez a szám. Ezt azért írtuk. Oké, meghallgatjuk most élőben itt a Petőfi Rádióban, és hogyha szeretnéd látni, ami történik a stúdióban, akkor a Petőfi Rádió Facebook oldalára kattints. Élőben van a Hajrá Magyarokban a Pardon Me! Hajrá Magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával! Kills
magyarok! Élő stúdió koncert Mák Katával. A stúdióban... A pardon me, Márt írja, nincs pardon, hajrá! Igen, olyan cuki volt Eszter, aki egyébként a Suta Becenidre hallgat, majd mindjárt erről szó lesz, mondta, hogy hát igen, ezért vagyunk mi pardon me, mert megy itt a nagy zúzás, és akkor ha vége, nem bocsi, ezek mi voltunk. Tök jó, ezt írja Tibor Belgiumból, aztán imádunk titeket innen Luxemburgból is, ez pedig Balázs küldte nekünk. Várjuk egyébként akkor, hogy ki honnan hallgat minket. Jó zúzó, stúdió, nehogy szétessen. Ezt pedig szinte még Balázs írja nekünk itt a Petőfi Rádióban. Hát végül is ismételni tudnám csak magunkat, de, vagy magamat, de várjuk a további hozzászólásokat, esetleges kérdéseket. És azért egy kicsit menjünk vissza a múltba, hát nem ma kezdtétek, illetve hát azért van komoly szakmai felkészülés a háttérben, hiszen a Kőbányai Zenei Stúdióban ti együtt jártatok, együtt koptattátok a padot, ugye? Igen, igen. Hát mi mind igazából ott alakultunk, tehát hogy 2019-ben, és hát ez mind úgy kezdődött, hogy az Imrével mi így a gólyatáborban így nagyon jóba lettünk, és akkor kitalálta, hogy ő szeretne egy zenekart női fronttal. És akkor hát ez olyan jól sikerült, hogy így igazából két nőt is sikerült összeszedni vele. Igazából most ez az igazi felállás, ami szerintem így nagyon jól áll nekünk. Igen, jól működik ez biztos, ezt látva és hallva tudom mondani. És hogy készülnek a dalok? Tehát ki hogy áll ehhez a csapatból? Hát ez egy nagyon jó kérdés egyébként, mert igazából mindig úgy van, hogy valaki kitalál valamit, valakinek jön valami ötlet, azt vagy bedobja egy a közösbe, vagy elhozza próbára, vagy valami, és abból elkezdünk csinálni mindenki, amit tud hozzáad. Hát igazából nagyrészt én írom a szövegeket, de mostanában Blanka is egyébként így majdnem, hogy kész számokkal így bekészül, hogy tessék, akkor van egy ilyen is, ebből is csináljunk valamit. Feszíti magát. Nagyon király egyébként, mert ő tök jól énekel még hozzá, tehát nem csak jó dobos, jó énekes. És az albumunkon egyébként van egy olyan szám, amit ő énekel, szóval igazából a számírásra annyit, hogy vegyes vágott, és akinek ami van, beleteszi egy kalapba, aztán abból kihúzzuk, ami igazán király. Blanka, nyugodtan szólalj meg, mert akartál mondani valamit. Ja, nem, csak helyeselni akartam, hogy ezek így vannak. De akkor Blankát ma hallhatjuk énekelni? Nem, ma nem. Még kicsit, csak egy kicsit, valamit, vokálhoz hozzá. Ja, persze. Hát... Titokban majd azért egyszer. Akadtam be oda a mikrofont neki. Na, helyes, helyes. A következő dal a Te meg ilyen a címre hallgat. Mi tudhatunk erről? Hát ez egy olyan történetű dal, hogy én ezt a Bálinnak írtam. És akkor így össze is jöttünk. Nem, hát ez igazából arról szól, hogy így nem lehetünk egymásé. Aztán végül úgy alakult, hogy de. Szóval ennek nagyon örülök. Ez egy kis szerelmes dal. Jaj, de jó. Hát ez nagyon cuki volt. Na, gyorsan hallgassuk meg élőben itt a Petőfi Rádióban a Te meg én és a Pardon Me. Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával. Hozzá!
csak barátság lesz boldogság, mert egy másik világban van egy én valahol. Voltunk kék, még sok-sok kérdés vár, elmenjek, vagy inkább itt hagynál. De olyan jó lenne, ha elnyőtt pont a renk, és már csak zuhat meg lefelé. Ha valami a szívem el a számot, miért nem várom, senki nem kér. Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban! Csak bőtünk fordul, téged a
Hajrá magyarok! Élő stúdiókoncert Mák Katával. A stúdióban a Pardon Me, akik készültek egy dalpremierrel a Hajrá Magyarokban, ezt fogjuk hallani nem sokára, de még mielőtt felcsendülne, ugye ez sehol máshol nem hangzott még el, nekünk hoztátok el, illetve a Petőfi Rádió hallgatóinak először, és hát egyben akkor teszteletjük is egyébként a dalt. Hát ugye folyamatosan jönnek a vélemények és a hozzászólások, de hát igazából imádnak titeket, és ezt Zsuzsa is megírta, annyira jók vagytok, aztán imádlak téged a rock mama, ja, ez lettél, tessék. Ez az én mamám. Tényleg? De, a mama rockol. 0-30-30-30-380, ugye ez az SMS számunk, és lehet küldeni Viber üzenetet is, illetve a Petőfi Rádió Facebook oldalán, ahol látható is, ami a stúdióban történik, ott is várjuk folyamatosan az üzeneteket. Kár, hogy lassan lejár az egy óra, nagyon jó kis csapat vagytok, elhallgatnálak benneteket húsvétig. Pepe írja. Szívesen jövünk mi is jól érezzük magunkat, köszi, hogy jöttünk. Ugye a tavalyi év végén született meg az albumotok, ezen hány dal található? 8. Körbenézel, igen, 8. Kérdezed a többieket. Hát ennyire jól informált vagyok, hát látszik. 8. És volt valami kívánságotok a Jézuskától, vagy valami újévi fogadalom, bármi 2024-re, hogy fog kinézni ez az év tervek, ötletek, célok tekintetében? Hát azt tudom mondani, mint bármelyik zenekar, hogy na most ez legyen a mi évünk, na most ez az lesz. De most ez tényleg, legyen. Most ezt úgy érzem, most egyébként lesz tök sok koncertünk, ez is ilyen, most így jövöget fel minden, tehát hogy kiadtuk az albumot, egyre többen hallgatják, most már itt lehetünk, ez is egy csoda, tök jó amúgy. De hát igen, az volt a nagy kívánság, hogy most már tényleg legyen már velünk valami. Uh-huh. Na hát lesz veletek valami, én ebben egészen biztos vagyok, és egyébként minden információ gondolom az oldalaitokon fent van, hogy hol és mikor lehet titeket elérni, és hol lehet csápolni a koncertjeitekre. Hát igen, mindent meg lehet rólunk találni. Még volt rólunk régen ilyen rajzocska is mindenkiről. Ilyen kis poszter. Kis poszter. Na, és akkor térjünk rá a dalpremierre, aminek a címe Tükör. Igen, hát ez nekem ilyen szívügyem, ez a dal. Igazából ez pont olyan volt, amit így hajnal 2-kor így felébredtem, és na most ezt megírom, hogy most már elég. Igazából kár, hogy pont ilyen kicsit ilyen dühös vagy szomorú számmal fejezzük be, de tulajdonképpen ez annál inkább szívbe markolóbb, úgymond mondani való ügyileg. Tehát, hogy, mit szeretnél vele közvetíteni? Hát igazából ez ilyen inkább feszültségkiadás, de úgy, hogy ezzel nagyon sokan tudnak szerintem azonosulni. Bárki, aki egy kicsit is haragszik magára valamiért, vagy valamiért bűntudata van, vagy egyszerűen csak nincs oda önmagáért, ezt így kiadja, és utána lehet, hogy sokkal jobban fogja érezni magát, mert én is küszködök ilyen önértékelési problémákkal, és nekem sokat segített egyébként ez a szám, hogy így akkor most én kiüveltem magamból minden, és utána lehet, hogy sokkal jobban fogom magam érezni. Szóval remélem, ezzel másnak is egy ilyen élményt tud majd adni. Dalpremiér, tehát itt a Petőfi Rádióban Tükör címmel érkezik a Pardon Me élőben, akiket láthatsz is a Petőfi Rádió Facebook oldalán. Hajrá magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával! Fogad mosni jöttem, farkas szemet nézünk én.
visszafogsz bennem, az mindén vagyok. Megvettek, csak akkor vagyok önmagam, ha nem vagyok. Vagyok önmagam, ha nem vagyok.